Bogyiszlop folyamatosan épül és szépül. Az elmúlt években szinte az összes középületet felújították, a közelmúltban pedig átadták a 8 férőhelyes mini bölcsödét is, ezzel is segítve a községben letelepült fiatal családok életét. Mindeközben újabb fejlesztés van folyamatban, a területi és településfejlesztési operatív programnak köszönhetően a község belterületi vízelvezetését fogják megoldani. Az egészen a Tolnai utcától a Honvéd utca közepéig a Holtág mentén, az országos főút mentén tulajdonképpen valósul meg. Általában nyílt árkos rendszer, egységes kocsi bejárók jönnek létre térköves bejárókkal, egy egészen más faluképet fog mutatni utána a település, néhány helyen zárt rendszerű csapadékvízelvezető rendszer is. Tóth István azt is hozzátette, hogy a beruházással európai kinézetű főutcát fognak látni majd az ott élő emberek. Az árokrendszer várhatóan őszre készül el. A lakosságnak türelmét kérjük, mert ilyenkor fönnakadások szoktak lenni. Van, hogy néhány napig nem tudnak bejárni az udvarba, vagy a garázsba kocsival beállni, vagy valami szállítmányt hozni. És hát lehet olyan is, hogy a megszokott kocsi bejáró szélesség változhat. Hát ezek mind most a kivitelezés problémái, de meg fogjuk őket oldani. A közel 300 millió forintos beruházás kivitelezésével párhuzamosan már folyamatban van a második ütem tervezése. A cél az, hogy Bogyiszló teljes területén a csapadékvíz elvezetése szabályozott árkokban valósuljon meg.